most én megyek, vagy én sem tudom. Akivel megtalálja egy pillanat alatt a hangot, és amikor megérkezik, akkor van egy olyan aurája, amiben én például meg tudok nyugodni, és abszolút át tudom engedni magamat az ő vezénylésének, vagy az ő vezetésének, mert tudom azt, hogy csak nyerni fogok vele, hogyha ráhallgatok, és utána megyek. Azért ő mégis valahol a zenei apukánk az egyik a sok közül, és azt is hozzá kell tenni, hogy 18 éves lehettem, amikor először láttam őt vezényelni, ő számomra megközelíthetetlen nagyságrend volt, és azt soha nem is gondoltam volna, hogy egyszer együtt fogjuk élni az életünknek egy bizonyos részét, és ez nyilván mindkettőnket nagy boldogsággal tölt el. Zenei apuka, nagyon-nagyon meleg kapcsolatunk van, és ami maradt, tehát most már lassan ez egy 40 éves kapcsolat. Diák voltam Bázelben, az akadémián, és ő volt a tantárgy, a kötelező olvasmány is, és halvány is. Egyből egy világpolgárt ismertem meg benne, és szomorú valahol, hogy nem a Zeneakadémián tanították Eötvös Pétert, hanem a Bázeli Akadémián. Tehát biztos vagyok benne, hogy az ő nagyságát először külföldön felezték fel sokkal inkább, és még nem nőtt fel Magyarország ahhoz, hogy igazán értékelje. Az biztos, hogy a zeném egy kicsit úgy elválik azért a kortársai műveitől, stílusban és technikában is. Ez abból ered valószínűleg, hogy én a színházban kezdtem el zenében gondolkozni, de prózai színházban. Tehát a mindennapi életben én abszolút nem vagyok egy drámai alkat, de valószínűleg, hogy ez az elrejtett drámaiság, ez akkor tud megjelenni, hogyha a feladatot kap. És ezt áttenni zenébe, ehhez közben meglett a technikám, tehát a kompozíciós technikám, ami attól is nagyon sokat fejlődött, hogy a legnagyobb zenekarokat dirigáltam, nagy repertoárt, tehát kialakult maga a hangzás képe, amivel ezt a drámai magatartást meg tudtam technikailag is jelentetni. És ezt találom másnak, mint a kortársaimnál, akik alapvetően zenében gondolkoznak, én nem. Én szituációban gondolkozom, amihez megkeresem a hangzást. Most a hangzás kép az elsődleges nálam, és aznak az anyaga, az hol lazább, hol sűrűbb, mindig attól függően, hogy éppen a drámai szituáció mit kíván meg. Hogyha vele megismerkedik az ember, akkor egy csomagot kap. A profizmusról, az alázatról, a barátságról, a természetességről, és hát ez mind adja az ő zsenialitását. Első élményem a Péterrel kapcsolatban az volt, hogy láttam vezényelni, és akkor azt mondtam, hogy na így akarok én is. Tehát, hogy ezt értem. Értem a mozdulatot, nincs benne faxni, hanem úgy a zenét láttam a kezében. És akkor én alapállásban, vagy kezdetnek, vagy célnak azt tűztem ki, hogy én ezt szeretném megtolni. Én így akarok vezényelni. Miután nagyon sok filmzenét írtam annak idején, és
teljesen természetes módon minden filmrendező a maga filmjéhez kért stílust, hangzást, és hétről hétre, vagy hónapról hónapra, amikor jött a következő film, akkor valami teljesen más kellett komponálni, más stílusban, más atmoszférát teremteni, és annak idején nekem ez könnyű volt. Könnyű volt, mert 17-18 éves voltam, és mint a vaj lehetett formálni, megadták a feladatot, és utána valamit kitaláltam, amit abban a korban képes voltam rá. És ez, hogy minden operám, tulajdonképpen minden művemnek más a, nem csak a témája, hanem az alaphangja, a színezete, a sűrűsége, ez ennek az iskolának a következménye. There is this quite unique professionalism and commitment to doing everything possible in the whole process, from the creation of the music, the planning of the circumstances of that surround it, the collaboration with, if you like, the other artistic ingredients which are needed. Then also this perfectionism of delivery and the preparation of the forces and the importance of a view about the integration between performance and actually creation. Egyik legfontosabb művemnek tartom a Halleluja című oratóriumot, amelynek szövegét Eszterházi Péter írta. Ich bin Ich bin der Narrator. Der Narrator bin ich. Der Prosaist, der Prosa-Mensch. Die Musik, die bin ich nicht. A Granadai Fesztivál megrendelésére komponáltam az Alhambra című hegedűversenyemet, amelynek szólistája Isabelle Faust. In den Augen, ja, richtig, okay. Ja, ich finde, da gibt es immer unglaublich viel Schmunzeln. Er hat faustdick hinter den Ohren und sehr viel Liebenswürdigkeit und auch sehr viel Genauigkeit. Das sieht man, wie genau du schreibst, wie genau du Musik artikuliert haben möchtest, wie... Oh, ich darf nicht du sagen wahrscheinlich, weil doch, ja. Biegen und brechen, zu versuchen, etwas Neues zu erfinden und trotzdem sich auf, jedes Mal auf ein neues Instrument oder auf eine neue Geschichte, auf eine neue Idee, die hinter dem jeweiligen Stück steht, komplett einzulassen und mit seiner ganz eigenen Sprache, und man kann genau hören, das ist Péter Eötvös, dann wieder etwas ganz Neues zu erschaffen. Nagyon széles zenei hatások értek. Miskolcon nőttem föl édesanyámmal, ő zenetanár volt, zongorista. Amikor zongorát gyakorolt, az, hát ez klasszikus repertoár volt. Az volt benne Rachmaninov, volt benne Schumann, volt benne Chopin, volt benne Kodály, Bartók is. És rám tulajdonképpen az első zongoraleckéim voltak nagy hatással, mert abban egyformán volt egy kis Mozart, egy kis Bach és egy kis Bartók. Tehát a Bartók az rögtön az első, már 3-4 éves voltam, és a Bartók az már tudatomban volt, és nem csak tudatomban, hanem hogy mondjam, anyanyelvi szinten zongoráztam 4 éves koromban a Bartókokat, és ez megmaradt. Szóval ennek nagyon nagy a jelentősége, mert egész életemet végig kísérte utána a bartóki zenével való természetes kapcsolat. Most ezután én egy klasszikus zenei nevelést kaptam, viszont Miskolcon volt egy színház, amelyik operákat nem tudott játszani, viszont operetteket igen. Na akkor hát mama elvitt mindig a színházba, elmentünk, megnéztük ezt meg azt, rengeteg operettet. Aztán utána elmentünk hazafele, akkor még benéztünk valamelyik kis cukrászdába, vagy valami kis eszpresszóba, ahol ült egy kis banda, és a jazzt játszottak. És az, hát az akkori, inkább a szalonzenét, vagy hogy ugye szórakoztató zenét, nekem az ugyanolyan zene volt. Tehát ez
az a jó, én azt nagyon pozitívnak veszem, hogy ezek a minden, ami hangokkal fog foglalkozó és hangokon keresztül mond valamit, az nekem teljesen egyenrangú, teljesen független attól, hogy ez opera, vagy operett, vagy zenekari darab, vagy szóló, vagy pop, vagy éneklik, vagy akármi. Tizennégy éves voltam, amikor Kodály fölvett a Zeneakadémiára, és abban a korban azért már volt egy-két olyan pici részlet a műveimben, amelyik ebből kitört. Valószínűleg, hogy olyan dolgokat hallottam, ami megengedte azt, hogy másfele is gondolkozzak. És ez a, mondjuk az akadémiai tanításban, ez azért korlátok közé volt szorítva, hogy mit szabad, elfajzott nyugati zenét felé ne nagyon menjen a tanítás. Tehát ez az elfajzott, ez nem volt más, mint a Schönberg meg a Weben iránya. Viszont mindig megvan az az előnye, hogyha valami tiltva van, hogy annál érdekesebb. Tehát az ember fiatal szerzőként nekiáll és meghallgatja mindent, ami tilos, és abból aztán kialakul egy csomó információ. 16-17 éves voltam, amikor jött az első nagy esemény az életemben, és ez a Gagarin utazása volt, a kozmosszal való az első kapcsolat. És szerencsére ebbe az irányba volt szintén egy példa, ez Bartóknak az Éjszaka zenéje című zongoradarabja, ami hát ugye mi más, mint a kozmosz, az a csillagok, az éjszaka, az ember nézi és hallgatja az éjszaka zenéjét, és ebből kialakult nálam a kozmosz zenéje. És én ezt a darabot, ezt nevezném Opus 1-nek, ez egy zene, ez zongora darab, amelyik annyira végig ment az életemen, hogy körülbelül 2-3 évvel ezelőtt hozzáfogtam egy nagy zenekari darabhoz, két orgonával, egy nagy orgonával, meg egy Hammond orgonával, és ezt most multiversumnak hívják ezt a művet, és egész természetesen a Kozmosz című zongora darabnak bizonyos motivumai, vagy még legalábbis zenei élménye, ez benne van. Tehát ez az egész életemnek egy-egy ilyen kozmikus pályát adott. Elvégeztem itt Pesten a Zeneakadémiát, akkor voltam 19 éves, 63-ban, és annyira fiatal voltam, hogy elvittek volna katonának, és azért tovább kellett tanuljak. Egy német ösztöndíjat kaptam a DAAD-tól, Deutsche Akademische Austauschdienst. Ők nagyon aranyosan megkérdezték, hogy hol óhajtok tanulni. Én Kölnben óhajtottam annak idején tanulni, mert Köln volt annak idején az új zenének a mekkája, tehát minden, ami fontos volt, az ott történt. És én korábban már erről tudtam. Tehát amikor itt voltam főiskolás, akkor pontosan informálva voltam arról, hogy a Stockhausen Gruppen bemutatták, elektronikus zenei stúdiókat ismertem. Tehát az, hogy Kölnbe kerültem, ez már az itthoni informáltságomnak a jele volt. 70-es éveknek, már kicsit korábban is, 60-as, 70-es éveknek az érdeklődési iránya kettős volt. Az egyik az, hogy utána a vasfüggöny még ott volt politikailag, akkor minden, ami azon túl történt kulturálisan zenében, az számunkra, tehát az új zenei stúdió tagok, a Jenei, a Vidovszki, a Sári Laci számára, az nagyon érdekes volt, és nem csak nagyon, szóval egy nagyon szükséges információ volt, és az be tudtunk szerezni minden információt. Ez az a legjobb kor, amikor ha valami tiltva van, akkor abban biztos, hogy az sokkal erősebb érdeklődést fejt ki, és meg is volt rá a lehetőség. Úgyhogy mi nagyon jól informálva voltunk arról, hogy a nyugat-európai zenei élet hogy folyik abban a pillanatban. Én közben már kint voltam 66 óta Németországban, akkor még Nyugat-Németországnak hívták, és rendszeresen jártam haza, hoztam az információkat,
És ez volt az egyik iránya az érdeklődésünknek. A másik pont ezzel ellentétesen a népzenével kapcsolatos érdeklődés volt, népi kultúrákkal kapcsolatos részemről például van egy művem, az az elektrokrónikának hívják, aztán később kapott egy másik címet, az interval interior, a hangközök belső világa, amelyik kimondottan a népzenében lévő közös elemeket foglalja össze, például olyasmikat, hogy ahogy egy mongol énekes a felhangokkal tud énekelni, tehát egy hangot kitart, és csak a felhangokat használja, mennyire hasonlít az a magyar paraszt furujázáshoz, ahol ő egy hangot megfúj, és akkor csak azt variálja. Tehát minden olyan zene, ami különösen a magyar hangszeres népzenébe, kevésbé az énekes, inkább a hangszeres népzenében előfordult abban a korban, és ebben nagy jelentősége volt a Sárosi Bálintnak az információira, egy könyvre, ahol ezek a példák megjelentek, lehetett hallani őket. Úgyhogy legalábbis számomra, nem is tudom, hogy a kollégáink foglalkoztak-e ezzel, vagy nem, számomra ennek nagy jelentősége volt. Aztán 70-ben 6 hónapig Japánban voltam, a világkiállításon. Ott a német paviljonban zongoráztam, meg ütőztem, meg különböző zenei funkciókat a Stockhausen együttessel együtt. És 71-től aztán Németországban maradtam, és ott voltam hangtechnikus a Westdeutsche Rundfunknál, az elektronikus stúdióban. Ott segítettem az ottani komponistáknak, akik hozzánk jöttek, a darabokat előállítani 78-ig, és 78-tól kerültem aztán Párizsba, amikor Pierre Boulez meghívott, és attól kezdve elindult egy karmesteri karrierem, ami aztán a mai napig tart, és különböző fázisokon keresztül. A dirigálás és a komponálás az ilyen libikókat járt. Dirigensként a nagy filharmonikus zenekarokat dirigálom most már 10-15 éve, berlinieket, a bécsi filharmonikust, a London filharmoniát, és körülbelül olyan 20 év óta beérett mindez a tudás, amit karmesterként is hozzá tudtam szerezni, és elindult maga a kompozíciónak egy nagyobb formátumú fázisa, amelyikben most már 10-11 opera van, mert nagy koncertek, koncertdarabok vannak, tehát most értem el arra a fokra, hogy mondjam, professzionális szakembernek érzem magam mind a két területen. A Péter egy olyan színházi alkotó, és nem értem mondom ezt, és nem azt mondom, hogy zeneszerző. Tehát amikor ő operát ír, akkor ő színdarabokat ír. Színházi előadásokat ír. És éppen ebből adódóan nagyon zavarba ejtően, de bízik teljes mértékben egy színházi emberben. És nem arról szól egyetlen egy pillanat sem, hogy ő a világhírű karmester és zeneszerző, hanem arról szól, hogy minél inkább jól meg tudjuk csinálni az adott darabot. Amiben aztán teljes mértékben egyenrangú alkotótársként tudunk működni. A Szenzánál, amikor először csináltuk Avignonba, akkor bejött az hozzátartozó, hogy a Péter megérkezik, akkor leköltözik az árokba, és nem ugrál, és nem nyomul, hanem lent van az árokba, de annyira lent van az árokba, hogy néha az ember megkérdezi, hogy hol a pé, az árokba figyel. És ha bármit gondol zeneileg, a saját művéről beszélünk, az az első dolga, hogy megkérdez engem. Vagy megbeszéli velem, vagy elmondja. És annyira nem, nincs semmiféle más dolog, ami számára fontos, mint hogy minél inkább hitelesen és jól működjön a színdarab, az opera, hogy sokszor az van, hogy az ember így hazamegy este, és azt mondja, hogy a fenébe, de még csak az Eötvös Péterrel próbáltál egész nap, hogy ez egy pillanatig nem jelenik meg, hogy ő kicsoda. Tehát olyan bizalommal, hittel, elismeréssel lehet, van felém,
amitől tényleg színházilag tudunk működni, és neki ez a fontos. Tehát, hogy tényleg ilyen totálisan tisztára csiszolja a gyémántokat, vagy a gyémántot, amit a kezébe vesz. És nekem ugye azt kell megtalálni vele együtt, meg az énekesekkel együtt, hogy mi van besűrítve abba a tökéletesre csiszolni. Minden operámnak, majdnem minden operámnak a főszereplője nő. Tehát ezek nők körülötti témák, amiket szeretek, nem csak, hogy szeretem, ezeket tudom megcsinálni. Tehát a kiválasztásban már benne van, hogy hát ezt én hallom. Ezzel én tudok dolgozni. Ez engem érdekel. És így aztán az egész sorozat a három nővértől kezdve, a második ugye a balkon, az Irma, a harmadik az kevésbé, az Angels in Amerikában, abban azért elég sok férfi szerep van. Ez kicsit független a női szerepektől. Aztán a Lady Sarasinától kezdve megint az egy ezer éves hölgy, aki teljesen olyan, mintha máma élne. Aztán, ha tovább nézem, akkor a Love and Demon, az is Sierváról szól. Aztán jön a Lilith. A Lilith aztán az tényleg a koncentrációja az összes lehetséges női figuráknak, ami azért talán a kedvenc operám, mert valami olyasmit, koncentrációt tudtam benne létrehozni, ami a többi az egy része a világnak, a Lilith pedig a kezdete a világnak. És alapjában véve nagyon bosszant, hogy egy ilyen Lilith figurát, aki hallatlanul érdekes a történetekben, alig-alig ismerik. Tehát az valahogy sikerült kihagyni a gondolkodás, az emberek gondolkodás módjából. Gottes besteht darin, die Menschen glauben zu machen, es gäbe ihn nicht. Lilith operámban, mikor visszatér Lilith Ádámhoz, akkor már ott van egy hölgy, úgy hívják, hogy Éva, és ez okozza a konfliktusokat. És innentől kezdve Ádámnak is egy nehéz élete van, mert ugye, de ez az én operám, tehát ez nem a Biblia, vagy nem az igazi történet, ez már az én történetem, hogy kinek a szavára hallgat, ki tudja őt jobban vezetni, és akkor még ott van az Isten, mint ötödik szereplő, a negyedik az a Lucifer, aki már szintén játszik ebben a történetben. Szóval a Lilith operám, a Paradise Reloaded, ez a hivatalos címe, és utána zárójelbe szoktam írni, hogy Lilith, mert azért róla szól az egész. Ennek öt főszereplője van, négy látható és egy láthatatlan, ez az Isten. Ádám, Éva, Lilith és Lucifer. A Lilithnek hát van egyfajta történet benne, ahogy az év ezredeken keresztül próbálom ezt a Lilith figurát tovább vezetni, ami lényegében teljesen azonos a madárcsempe tragédiájának a struktúrájával. Tehát egyfajta alkat, egy Ádám, egy Lucifer, aki bármilyen korban más és más formában tud megjelenni, de ugyanaz képviseli. Tehát az én Lilithem ez ugyanezt csinálja az opera folyamán. De a legvégén egy olyan helyzetbe hozom őket, négyüket, már most megint az ötödik, mert az ötödiktől függ minden. Tehát az minden az ötödik irányába, ez a láthatatlan Isten figura irányába mutat. Ez egy kvartett a vége, ahol mind a négy főszereplő ott van, és az az érdekessége, hogy mind a két nő, az Éva és Lilith is terhes. Tehát
ők a jövőt elindították ketten, két vonalon, és hát lehet egy ilyen banális kérdést föltenni, hogy a mai életünk, földi életünket tekintve ki kinek az leszármazatja. Mert úgy tűnik, hogy ez a két vonal, ez továbbra is létezik. Adam, tőteifa. Általánosan az elengedésről gondolkozni az tulajdonképpen a három nővér óta követhető, vagy attól kezdve lehet erről beszélni, hogy valószínűleg gondolkoztam ezen, amikor a fiam halálát próbálom valamilyen formában feldolgozni, mert a három nővérnek a megírása is az ő halálához kötődik. Ez a búcsú, ez lényegében egy búcsú tőle. Viszont én olyan értelemben nem búcsúzok senkitől, tehát nem zárok le semmit. A kapcsolatok azok állandóan maradnak, a tudatban ugyanúgy, mint az életben, ha valaki nincs itt, azért én akire gondolok, az ott van. Tehát a gondolkodásban lévő kapcsolatok, azok az erősebbek, nem föltétlen a fizikai kapcsolatok. Mindig kiválasztja azt, ami ő úgy hívja, hogy megszólal benne. Ugye akár gondolok a három nővérre, vagy a szerelemről és más démonokról. Szóval, ha egy figura, vagy egy alak megszólal benne, akkor azt rögtön be tudja építeni a darabjába. Én nagyon sok nyelvet használok az operáimban, mert volt egy kor, amikor felfedeztem, hogy mennyire fontos a különböző nyelveknek a különböző zenei tartalma. És ez abból a korból származik, amikor 1966-ban kimentem Németországba. Ott bár tanultam németül, de azért minden idegen volt. És az ember felfedezi egy idegen nyelvnek a másságát. Két évig éltem ott egy Studentenheimban, Kölnben. És ott mindenféle náció volt. Keleti, afrikai, amerikai, spanyol, olasz, német, skandináv, mindenféle volt. Hát az a legjobb iskola erre. Úgyhogy az ember pontosan megtanulja, hogy
Részben az, hogy én miután egyik nyelvet se beszéltem, annak idején legfeljebb a németet értettem, a többit nem, tehát minden zeneivé válik. Tehát az ember nem fogalma nincs, hogy mit mondtak, csak hallgatom a zenéjét, hogy az úgy szól, mintha. És mai napig ezt én ebben a funkciójában kezelem. A legtöbb operámnak a szövegét mai napig se tudom. Tehát az nem úgy van, hogy én megtanulom ennek a szövegét, vagy emlékszem rá. Én nem emlékszem rá. Hát ha majd elolvasom, akkor tudom, hogy jaj, ez az volt benne. De ez azért jó, mert csak a hangzási vagy a zenei szempontból kezelem ezeket a nyelveket. Nagyon fontosnak találom, hogy a prozódiája az tiszta legyen, azt mindig valaki szakemberrel együtt szoktam kidolgozni az operáimhoz. De az, hogy valaminek egy felütése van, hogy van egy auftakt, vagy a magyarban, ahol az nincsen, hanem a súllyal kezdődik, vagy súlytalanul kezdődik. Ez adja meg a nyelven keresztül a különböző nyelvű operáimnak az alapzenéjét. Japán volt az első, aztán volt benne orosz, a másik nagy opera volt francia, aztán jöttek az angol nyelvű, jött a német, volt benne joruba, volt benne egy kis spanyol is, ez a legutolsó operám, ez olaszul volt, és hát most már lassan ideje lenne, hogy legyek olyan bátor, és valamit magyarul is csináljak. Senza Sangre-nak a kiinduló pontja az volt, hogy valamit szerettem volna Kékszakállóhoz hozzá komponálni, hogy egy este legyen a két műből, és valami kapcsolat legyen a két mű között. És nagyon hosszú éveken keresztül tartó keresgélés után egyszer csak fölbukkant ez a történet, amelyikben van ez a két szereplő, az idős férfi, az idős nő, akik 50 évi keresgélés után végre találkoznak. Mind a két részről fennáll a keresés. A férfi ugyanúgy vár erre az alkalomra, miután tudja, hogy a két másik gyilkos kollégáját már a nő elintézte, tehát ő lenne a következő, és ettől a találkozástól bár retteg tőle, de vár rá. Tehát ez bizonyos benne, hogy ez be fog következni. Ez egy egyfelvonásos opera, amelyiknek a kezdete tulajdonképpen ezt az 50 éves várakozást szimbolizálja. Ebből a szoros kapcsolatból, ami a kettőjüket összefűzi, az nagyon hasonlít természetesen a Kékszakállónak az erős kapcsolatára, csak a Kékszakállóban az drámai módon, vagy tragikus módon végződik, a mi történetünkben pedig egyfajta happy end-del végződik, amelyik nagyon jó, mert az kerül az első felvonás végére, és nagyon zavaró lett volna, hogyha két történet, mind a kettő egyforma módon tragikusan fejeződik be, akkor az unalmas. Vannak operák, amikkel sokat birkózik az ember, mert még ha zseniális a szerzője is, de nem érti pontosan a szerzői szándékot, például ez nem így van. Tehát őnála ez egy csodálatos dolog, hogy a Senza Sangre-ban gyakorlatilag, mint egy nagyon jó, mint magában egyébként az alapműben és a regényben, nagyon pontosan meg vannak fogalmazva a karakterek, nagyon pontosan végig tudjuk, azonosulni tudunk velük. Nagyon érdekes, mert ugye itt a két szereplő közül a először a nővel azonosulunk és vele megyünk egy darabig a történetbe, és hogy rajta keresztül, ahogy elkezdjük megérteni a férfit, ez egy nagyon, nagyon érdekes folyamat, és ez zenében gyönyörűen ábrázolva van. Non si aspetta in granché, possiamo andare.
nagyon kevés utalás van a Bartók zenéjére. A legerősebb az, hogy a zenekar összeállítása pontosan azonos. Ez onnan ered, hogy én a két operát tulajdonképpen szünet nélkül szerettem volna játszatni, és ahogy ez így meg is történt itt a műpa előadásán. Ugyanígy játsszuk a Hamburgi operában, tehát a két darab közti kapcsolat jobban működik, hogyha szünet nélkül megyünk egyik történetről a másikra. És ennek értelmében én úgy készítettem elő a Senza Sangrénak a végét, négy hangot használva, hogy az közvetlenül melodikusan, vagy harmóniailag, vagy hogy mondjam, szóval zeneileg rávezet a kékszakálú első hangjára, ahol a történet elindul. Az egy eredeti olasz szöveg, és én ezért is maradtam az olasz nyelvnél, mert részben gyönyörű a barikó nyelvezete, olaszul. Részben tetszett nekem, hogy például egy nyugat-európai közönségnek beülnek egy ilyen estére, akkor az első darab az olaszul van, a második az magyarul van, mert most mindent magyarul éneklik a kékszakálút, és ez a kettő, ez mind a kettő egy-egy kultúrát jelent. Itt a Senza Sangre esetében maga a nyelvhasználat köti tulajdonképpen az olasz nyelv, az olasz opera tradíción belül egy bizonyos hangzás, ami egy állandó opera látogató számára természetesnek tűnik. Utána jön az egzotikus magyar. Egy születésnapi koncert itt Párizsban, én hát most már lassan 40 évvel ezelőtt kezdtem el dirigálni. Az ensemble de contemporainél voltam chefdirigens. Azt elég hosszú ideig, 12-13 évig. És az itt van nem messze, most itt a Filharmóniában ülünk. Ezzel a zenekarral, ez az Orchestral de Paris, nem is emlékszem rá pontosan, talán még a 80-as években egyszer, míg a Salle Playerben dolgoztunk együtt. Azóta nem, és ez tulajdonképpen egy különleges alkalom, hogy most az Orchestral de Paris meghívott engem egy ilyen ünnepi koncertre, egy születésnapi koncertre, és tulajdonképpen ez határozta meg a program karakterét is, hogy legyen művek tőlem, és legyen az, amit én talán a legjobban tudok képviselni, Bartók zenéjét. Mert ez nekem anyanyelvi szinten tudom ezt a zenét, Bartókot dirigálni, átadni egy különösen egy nem magyar nyelvi zenekarnak. És például tegnap is előfordult az első próbán, hogy van a fából faragott királyfi balettbe, itt most egy szüttet játszunk belőle, egy rész, amelyik ilyen verbunkos-szerű dallam. És hát úgy, ahogy a nyugati zenekarok általában a magyar zenét ugye elképzelik elég súlyosabb tatu, nagy súlyozásokkal, mondtam nekik, nem tudom másképpen mondani, hanem csak eléneklem magyarul, hogy ez hogy van. És akkor ez csak annyi, hogy tatam, tím, patatam, tatam, pím, patatam, hogy rövid, hosszú, rövid, hosszú, hosszú, rövid, csak ennyit. Na, sokkal egyszerűbben megyék. És abban a pillanatban működött. Tehát ez egy nagyon fontos
pillanat ilyenkor, mert nekik azért nem gyakran dolgoznak magyar karmesterekkel. És ezzel a zenekar egy ilyen információ, azt tulajdonképpen sok évig, évtizedig aztán fönnáll, mert emlékeznek a zenészek, hogy egy magyar karmester azt mondta annak idején, hogy ezt a ritmust így kell játszani. És ez elég gyakran előfordul, a Bartoknál különösen. És nagyon érdekes volt látni, hogy a próba elején még úgy mindenki még úgy csinálta a dolgát, és nézték, egy kicsit hallgatták, hogy mit játszik Patricia, nézték a kottát, ugye, és ahogy kezdett az egész feloldódni, és kezdték felemelni a fejüket, már tudták, hogy mit kell csinálni, meghallgatták, megnézték, szerették, szóval lehetett látni a bekapcsolódást az egészbe. És olyan módon sikerült már a próba végére elérni, amilyen még soha nem volt ilyen előadás. De ez volt számomra a legszebb előadás ennek a darabnak. Teljesen oldott, lassabbak voltak a tempók, mert egyszerűen volt idő oda hallgatni. When I play the end of this Do Re Mi piece, I imagine, maybe it's completely wrong imagination, being on the top of a mountain in Transylvania somewhere, and having really just sky, yourself, and this incredible air, cold and thin, and very pure. And then there is a fountain, and I take, every time in every concert, I imagine I take a glass of water from this fountain, this very cold and pure water, and I drink it. And then it's like to go to the very personal church and to become cleaner afterwards. Nagy szerencsém az, hogy egyidejűleg tudok karmester és zeneszerző lenni. A karmesterséget az elején nem terveztem. Zeneszerzőnek kisgyerekkorom óta készültem, de a karmesterségről később derült ki, hogy alkalmas vagyok rá. Alkalmas a kommunikációra zenészek felé, technikailag a kezem az világosan, ő közlekedik a zenészekkel, viszont zeneszerzőként nagyon sokat profitálok abból, hogy karmester vagyok, ugyanis a karmesterség gyakorlata az, hogy a zenészek kell együtt olyan alapkérdéseket, artikulációt főként, tehát hogy a hogyan játszani, azt az ember otthon ül csak zeneszerzőként az asztalnál, akkor nem artikulál annyira, mert ez csendbe írja, viszont a zenészek által megszólal az, amit leírtam, és az én beszédem nagyon, az én zeném nagyon beszédes. Még úgy is mondtam, az én beszédem nagyon zenés. Tehát ez a legfontosabb rész számomra, hogy olyan zenét tudok komponálni, ami természetesen az opera felé visz mindig, mert ha szimfonikus zenét írok, annak is van valahol egy tematikája, és van egy nyelvezete, és vannak gesztusai, és vannak mássalhangzói, és magánhangzói. Tehát a beszéd számomra nagyon közel áll a zenémhez, és erre a zenekari zenészek a legalkalmasabbak, hogy rögtön értsék, vagy ne értsék. Ha nem értik, akkor nálam van a probléma. Ez az asztal, a kompozíciós asztal. Ezen a táblán szoktam írni, és ezt Stockhausen-től kaptam 1966. áprilisában. Azóta ezen írok. És a legutolsó művem, amit befejeztem, ez a Reading Malevich című zenekari mű. Ebben az esetben én egy képet választottam, tehát egy látható dolgot, amit hallható dologgá alakítok át, tehát egy képet, hangzásképpé, egy zenekari darabbá. És ennek megmutatnám, hogy milyen volt a
gondolkodásmódja a zeneszerző részéről. A kép eredetiben Málevics Suprematizmus 56 című képe, amit Bécsben láttam annak idején, mikor 2016-ban. Ez egy gyönyörű kiállítás volt az orosz festőkről, ahol Chagalltól Málevicsig volt a kiállítás témája, és engem az lepett meg, hogy úgy találtam, hogy amikor én elkezdek egy kompozíción gondolkozni, akkor úgy gondolkozok, mint egy Málevics, tehát strukturálok, beosztok, alapszíneket gondolok el, ugyanúgy, mint ő, és ezt tulajdonképpen én egy olyan csontvázszerűen kezelve, amikor már kidolgozom a kompozíciót, akkor végül valahol eljutok egy Chagalli állapotba, amelyiken a csontvázon rajta van a hús is. Az eredeti kép az így néz ki. Téglalapokból, négyzetekből áll, egyetlen egy zöld kör van benne, és egy gyönyörű kék forma, ami jellemző erre a képre, hogy csak alapszínek vannak benne, tehát nem kever színeket, minden szín önmagában áll, és az alapfigurák is geometrikus figurák, amelyeket különböző módon, különböző irányba helyez el. A legerősebb tulajdonsága ennek a képnek az, hogy egy diagonálban, átlósan fölül kezdődik és lefelé tart, ha abból indulok ki, hogy a kotta, mondjuk a partitúra, és itt kezdődne, és errefele menne, tehát ennek az időiránynak, ez mindig balról jobbra olvasandó. És ez volt a kiinduló pont. Néztem képet, gondoltam, hogy ha ez kb. Egy olyan 10-15 perces mű, akkor 15 perc alatt kell eljussak a legfelső hangtól a legalsó hangig, ami problematikus, mert túl egyszerű, szóval túl egyirányú, túl didaktikus. És rájöttem a következőre. Megfordítottam a képet, és az álló képből egy fekvő képen nézve minden megfordult. A kiinduló pont alulra került, és a diagonális mozgás az fölfelé ment. Úgyhogy ebből a kiinduló pontból mindegyik színnek egy másik hangzás képe van. A kéknek a fuvolák játszanak, a zöld kör, ami itt van, gyönyörűnek találom a színét, és az mindig valahol a feketével kapcsolatos. Egy operánál ott a cselekmény, a szöveg, ami diktál. Itt pedig egy geometriai konstrukció az, ami diktál. 1991-ben befejeződött a szerződésem a párizsi Intercontemporain együttesével. A 13 éves közös munka alatt a 20. század második felének legjelentősebb zeneszerzőivel dolgoztunk együtt. Ezt a tapasztalatot akartam a fiatal zeneszerző és karmester generációnak átadni. Ebből a célból hoztuk létre a feleségemmel Marikával együtt az Eötvös Alapítványt. Az alapítvány azóta is folyamatosan szervez mesterkurzusokat és koncerteket. Also das geht runter, als ob das der Schlag und dann hier kommt der Eins. Dem und Eins und Eins. Technikát is mutattam meg, elmagyaráztam a darabot, de ez, amit a zenekar tud adni egy fiatal karmesternek, az arany. Tehát abban van az érték, mert az közvetlenül hanggá alakul át. Ebben az intézményben egyetlen egy nem BMC-s intézmény van, az a Péter intézménye, és ahogy ezt szokták mondani, alapvetően nekünk megtiszteltetés, hogy ő itt dolgozik, hisz ez a ház úgy lett tervezve, hogy képes akár 30-40 fős kurzusokat, előadásokat befogadni, és ez egy nagyon, most már ebben a házban több mint 5 éve egy nagyon komoly együttműködésé vált. Amikor álmodtuk az intézetet, arra gondoltunk a Péterrel, hogy egy kelet-európai kapuként szeretnénk szolgálni, és erre a kurzusok borzasztóan jók, mert volt olyan kurzusunk, 28 országból jöttek növendékek, akik viszik a magyar zene
hírét viszik, az intézmény hírét nyilvánvaló. Tehát egyértelműen a zene talán az egyetlen, ami nagyon könnyen átlépi a határokat. Nincsen születésnap meglepetés nélkül. Ugye ebben a házban otthonosan érzi magát Eötvös Péter, akinek az alapítványa itt működik, de van egy zeneszerző, aki itt, akinek itt van az otthona. Kurtág Györgynek hívják, és tegnap befejezette egy művet, amelynek a kéziratát itt tartom a kezemben, és ott ki van vetítve, és az én feladatom az, hogy ezt átadjam. Köszönöm szépen. Van egyébként... Az fantasztikus, nagyon jó a kvártet. A tiéd? Igen, én. Egyértelmű. Igen. Jó volt a kvártet. A kvintet kvártet. Az összekoncan két pohár, szív a szívre válta, és a csendes félhomályban tovább nem tudom. Én nekem semmi más dolgom nincs, mint hogy boldog születésnapot kívánjak a Péternek. Köszönöm. És kivágja föl. Nekem kell föl. Marika. Tehát nekem az élet feladatom az, ugyanúgy, ahogy egy növénynek, hogy ő a saját feladatait teljesítse, ő növekedjen, szirmait kinyissa, ha süt a nap, becsukja, ha nem süt a nap. Ugyanilyen módon nekem megvan a kötelességem az életemben, hogy az, amit adatott nekem, abba aktív legyek.